100 gigabájtos átvitel, gigabájt per szekundumos átviteli sebesség, ez a 20 darab Széchenyi könyvtárnyi könyv adatállomány, és a Széchenyi könyvtár adatállományát a jelenlegi 200 gigabit per szekundum, az 20 másodperc alatt tudná Magyarországról CERN-be áthelyezni. Az a biztonság, amit ez az adatközpont biztosít, egyedülálló, az a 7 megawatt teljesítmény, amit ez a rendszer fölvesz, önmagában mutatja, hogy mekkora számítástechnikai kapacitásról van szó, és megvan a fejlesztés, a továbbfejlesztés lehetősége. Igazából hadd mondjam el azt, hogy ez a magyar részecskefizikusok sikeres és elismert munkájára alapozva, a Magyar Tudományos Akadémia és a magyar kormány példaértékű összefogásával rekordidő alatt alakult ki, épült meg ez a világszínvonalú igazi európai infrastruktúra, európai kutatási infrastruktúra itt Budapesten. Mára ennek az iparági hatása is érzékelhető, és érzékelhető az, hogy ennek a magyar tudományos életre jelentős hatása lesz, és azt gondolom, hogy ezzel Magyarország hozzájárulása az európai kutatásokhoz jelentős mértékben megnövekedett. Én köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez, hogy ez létrejöhessen. Ez egy év alatt jött létre, ha hozzászámoljuk a engedélyezési időt is, ami általában hosszú szokott lenni, most nem volt hosszú, ha az engedélyezési időt hozzászámítjuk, akkor is egy év és három hónap alatt jött létre ez a rendezés. Sok embert illet köszönet. Köszönet illeti Lévai Péter, aki kezdeményezője volt ennek a projektnek. Köszönet illeti a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, amely első pillanattól a projekt mellé állt, és természetesen köszönet illeti a kormány, hogy gyorsan, hatékonyan döntött ebben a kérdésben, és sikerült ezt a nagyszerű létesítményt létrehozni. Mai nap a ünneplés napja, és örüljünk annak, hogy Magyarországon egy ilyen létesítmény, ilyen rövid idő alatt, ilyen magas színvonalon létre tudtuk hozni. Megmutattuk ismét, hogy ha akarjuk, és megvan a elhatározás és a szándék az együttműködésre, és az együttműködés jó, akkor nagyszerű dolgokat tudunk elérni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you.